Na, hát akkor szép délután mindenkinek. Több ezer rendőr rájön, hogy velünk van. Én azt gondolom, hogy már ez megtörtént. Egyre többen úgy érzik, hogy velünk vannak. Már csak azt kell észrevennünk, hogy mi magunkkal vagyunk-e, illetve nem mi, hanem akik otthon maradtak, hiszen hogyan várhatnánk el, hogy mondjuk akár egy szolgálatot teljesítő rendőr is azt mondja, hogy bilincset rakok a mocskos kifosztókra, hogyha még mi sem határoztuk ezt el, hogy feltétlenül így szeretnénk. Itt vagyunk Dunavarsányban, folytatjuk a gyertyás történetet, a gyilkos 256, ez a második gyertyánk. Ugye egy kicsit lentebb késtünk a vasárnapról, de semmi probléma, annál nagyobb örömmel gyújtottuk meg ezt itt Dunavarsányban. És az a nagyon különleges, hogy hazai pályán működik ez a tüntetés. Ugye egyrészt a mozgalomnak hazai pályája, hiszen Dunavarsány a Pest megye 8-as körzethez tartozik, ahol a Sziget-Szent Miklós is, és ugye András, akivel elkezdtük és Anitával ezt a mozgalmat, innen indultunk, és az a képviselő, akinek a házánál vagyunk, ő pedig most ennek a körzetnek a képviselője. Azon kívül még egyszer hazai pálya, hiszen én itt nőttem fel Dunavarsányban. Könnyen lehet, hogy ott is, és ott is, és ott is ismerőseim laknak, sőt szinte biztos, és néhány utcára lakik innen akár édesanyám is. És meglepő módon az elmúlt másfél hétben, amióta ez a tüntinek az esemény oldala fönt van, vagy 20-30 dunavarsányi régi ismerős jelölte be magát nálam a Facebookon, de valamiért még nem jött el a bátorságuk, hogy újra eljöjjenek a képviselőjük házához, pedig biztos vagyok benne, hogy nagyon sokuknak lenne mit mondani itt, de valamiért mégsem. Tehát ha majd látjátok dunavarsányiak a videókat a Facebookon, akkor gondoljatok arra, hogy itt lehetett volna a helyetek, hiszen most helybehoztuk a tüntetést, tehát nem lehet az a kifogás, hogy jó, hát messzire kellett volna utaznom, meg stb. Stb. És azért az is igaz, hogy ezt a csapatot, akit Bolnár Zoltán is képvisel, az gyakorlatilag ezen az önkormányzati választáson leváltottátok, csak elvileg nem, hiszen több mint dupla annyi szavazat érkezett más képviselőre, mint a fideszes képviselőre, tehát fel a fejjel, valami azért csak történik, még ha nem is olyan gyorsan, ahogy gondoljuk. Ez ugye nem feltétlen egy Fidesz ellenes tüntetés, megoldást szeretnénk egy problémára, teljesen mindegy, hogy ezt a Fidesz idézte elő, vagy nem idézte elő, vagy fenntartja, teljesen mindegy, ki lenne itt, aki igennel szavazott erre a gyilkos 256-ra, annak a házánál megjelenünk, ez lehetne akár az én szomszédom is, őhozzá is elmentünk volna, tehát nincs ezzel semmi probléma. Bárki teszi azt, hogy kifoszt embereket, azok ellen fellépünk, ez lehet jobb oldal, bal oldal, vagy valami teljesen más oldal, az sem lényeg, de aki az emberek ellen van, azoknak itt ebben az országban vége. Itt ma semmi más nem lesz, mint ami eddig is volt. Beszédek, véleménynyilvánítás, plakátolás, egy kis gyertyagyújtás. Tehát ezzel fogunk emlékezni arra, hogy lakik itt valaki, aki nem esküje szerint, képviselője esküje szerint dolgozott, nem ez ígéretei szerint dolgozott, hanem bement a parlamentbe, és megnyomott egy gombot, amit elvártak tőle azok, akik kiutalják a fizetését, de nem azok érdekében nyomta meg, akik ezt a fizetést előteremtik. Ugye a rendőröket ezzel a dallal köszöntöttük, és most is újból köszöntem, nagyon örülök, hogy itt vannak, köszönjük a biztosítását a mai rendezvénynek, köszöntelek benneteket, akik itt részt vesztek, és akik otthonról figyelitek ezt az eseményt, köszöntjük azokat a médiákat, médiaképviselőit, akik itt vannak. A fősorozatú valahogy elmaradt a gyertyás történetünkből, ennek van egy nagyon nagy oka. A hatalomnak nem nagyon tetszik ez, hogy a képviselők vagy a bankvezérek lakásánál jelenünk meg, és mindegy, hogy baloldali vagy jobboldali hatalom, nagy valószínűséggel letöltötték a fősodratot. Először még tetszett nekik, utána már nem annyira szóltak, hogy álljunk ezzel le egy kicsit. És erre egy sztori tavaly nyáron, amikor Kövér László, Bajusz király hazáruló házánál az éjséges sztrájkot tartottuk, akkor ugye minden képviselőnek küldtem egy levelet, hogy mi most ott leszünk Kövér Lászlónál, tessék szépen rendesen végezni a munkát, mert megyünk az önházához is, és egyébként leírtam, hogy miért lépünk fel ez ellen. Meg fogtok lepődni, de két ellenzéki pártvezér is írt nekem választ. Az egyik az Jobbiktól Vona Gábor volt, a másik pedig a DK-tól Gyurcsány Ferenc. Én magam is meglepődtem, és örültem, hurrá, díjazzák, hogy ott vagyunk Kövér László házánál. Nem díjazzák. Azt mondták, hogy egyébként jó, hogy csinálunk valamit,
mondta ezt Móna Gábor, de politikus házánál. Hát azt nem szabad. A munkahelyére menjünk. És ugyanezt jelezte Gyurcsány Ferenc is, aki még egyébként a devizás megoldásunkkal sem értett egyet, de ő is azt mondta, politikus házánál, hogy ne csináljunk már. A munkahelyére menjünk. És akkor innentől kezdve már is érthető, hogy a felsorolható média képviselői miért nincsenek itt. Egész egyszerűen letiltották, mert tudják azt, hogy mi nem jobb oldal vagy bal oldal mellett állunk ki. Nem Fidesz ellen tüntetünk, vagy a DK ellen, vagy az MSZP ellen. A megoldást akarunk. És teljesen mindegy, ki lesz hatalmon. Ha ő nem a megoldásért fog dolgozni, nem az emberekért fog a parlamentben tevékenykedni, akkor megyünk az önházához is. Tök mindegy az, hogy ez az MSZP-s, vagy a Jobbikos, vagy bármilyen még nem létező párt is, ha nem az emberekért csinálja, akkor meg fogunk jelenni, és számon fogjuk kérni, és ez nem tetszik nekik. Már most tudják, hogy amikor oda kerülnek, vigyizni akarnak. Én tudom magamról, hogy hozzám jöhet bárki a házamhoz, én oda fogok menni, elbeszélgetek vele, és hogyha tudok segíteni nekik, akkor segítek. Úgy látom, hogy Bóla Zoltán nem akarja ezt megkérdezni tőlünk, hogy mi a helyzet, egyelőre nincs itthon.